Idén is pályázhattak a rászoruló hallgatókért közalapítvány támogatására azok a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhelyen rendelkező hallgatók, akik két fontos feltételnek megfeleltek. Az egyik, hogy a családjukban az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét, azaz 57 ezer forintot. A másik pedig, hogy minimum 3,5-es átlaggal rendelkeznek a lezárt fél évben. Az idei esztendőben ettől annyiban tértünk el, hogy kinyitottuk a pályázatok a lehetőségét a jelentkezőkre, a felvételizőkre is. Akit felvettek, ott a ponthatárhoz kötöttük a támogatást. És örömmel mondhatom, hogy mindenki, aki formailag megfelelt, és ennek a két kritériumnak is megfelelt, megkapta a támogatást, azaz 38 személyt tudunk most támogatni, 30, 40 és 50 ezer forinttal. A kapható összeg sávosan változik 3,5, 4 és 5-ös átlagtól függően. Népszerű a pályázat a diákok körében. Vannak, akik már nem először kaptak ilyen formában támogatást, de akadt olyan is, aki most hallott először erről a lehetőségről. A Semmelweis Egyetemen tanulok, most vagyok harmadéves, és ez az első alkalom, hogy pályáztam ezt az ösztöndíjat, mert sajnos eddig nem tudtam, hogy létezik, de most nagyon örülök, hogy megnyertem. 40 ezer forintot kaptam. És igazából utazásra szeretném fordítani, mert nagyon szeretek utazni, és végre ebből az összegből telik arra, hogy elutazhassak. Az ő úti célja Izrael lesz, míg mások félreteszik majd a pénzt, vagy a tanulmányai folytatására fogják fordítani.